Húsvéti kupa elnevezéssel kistérségi amatőr asztali teniszbajnokságot rendeztek április 12-én Szadán. A sportesemény a Székely Bertalan általános iskola torna termében kapott helyet. A mérkőzésre különböző korcsoportok, nők és férfiak egyaránt nevezhettek. A gyermekkorosztály délelőtt 9 órakor kezdődött, két fiú és két lány korosztály volt, a 2003 illetve fiatalabbak születési, illetve a 1997-től 2002-es születési évjáratig. Ez a két korosztály volt a lányoknak és a fiúknak meghirdetve. A felnőtt kategória pedig az 1964, illetve a később születettek, illetve az 1963 és előbb születettek két kategóriára ugyanúgy fiúknak és vagy férfiaknak és nőknek lett meghirdetve. Ők délután 1 órától, tehát most kezdik a versenyeket, a gyermek kategória az már befejeződött. Milyen létszámban jelentkeztek a gyerekre és a felnőtre? Szép létszám volt, a gyermekek esetében 22 fő volt, a felnőtt kategória most tartunk olyan 28 versenyzőnél, és még ugye látom, hogy most is jöttek még egy kicsit megkésve bár, de még elfogadjuk a jelentkezéseket, mert szeretnénk, hogyha népszerűsítenénk ezt a játékot. Mégis mely településekről neveztek be? Gödöllő, Őrbottyán, Vácegres, Vácduka, Veresegyház, tehát a környék település. De Vácit is láttam most, igen, Vácról is jött két úriember az idősebb korosztálynak. Tehát elég népszerű. A legelső kupát 2006-ban tartották, mely évről évre egyre több érdeklődőt vonz. Ki ennek a főszervezője, kitől származik az ötlet, és kik a segítők ebben? Hát maga a Szadai Ese a főszervező, és ezen belül az asztali tenisz szakosztály, én vagyok az asztali szakosztályok a vezetője. Én hirdetem meg minden évben ezeket a versenyeket, ugye hát főleg a szakosztályokon keresztül, a szomszédos váraknak, illetve a városoknak a szakosztályon, illetve a megyei szövetségen keresztül hirdetem meg a versenyt, és így jönnek a versenyzők szép számmal a versenyre. Mivel zárul majd ez a nap? Hát a páros versennyel fog zárulni, tehát, és egy eredmény hirdetéssel, ugye a férfi női kategóriának a két-két bajnoki aranyérmét fogjuk kiosztani, illetve okleveleket osztunk ki. És hát a Nyuszi kupát, aki megnyeri, szeretnénk itthon tartani, tavaly nem sikerült Szadán tartanunk, bízom benne, hogy idén ugyanezt meg tudjuk hozni, és mi itthon tartjuk a kupát. Honnan érkezett erre a szadai versenyre? A szadai versenyre ma Gödöllőről érkeztem, de különben itt játszom a szadai csapatban, a megyei bajnokságban játszom. Hány éve pingpongozik ön? Hát azt már nem tudom, így hirtelen össze kellene számolni, de hát amatőr szinten már legalább egy 35-40 éve körülbelül ütjük a cellulózlabdát. És ez amatőr szintnek mondható? Amatőr szint, ez még erős amatőr szint, persze. Benevezem más versenyekre is, és ott esetleg milyen eredményeket hoz el? Hát néha-néha azért elmegyünk ilyen régiós, hasonló típusú bajnokságokra, versenyekre. Hát olyan középerős eredményeket hozok el, azt gondolom, hogy ilyen. Aki ért hozzá, az tudja, hogy följutok a főtáblára, és ott még egyet-kettőt menetelek, és akkor ott a vége általában, mert mindig jobbak azok mindig vannak. Milyen gyakran pingpongozik ön, mennyire életforma ez önnél? Hát ez már nagyon örülök, hogy annak, hogy életformává vált, és hogy hát hetente kétszer-háromszor játszunk, ami sokban segít a mindennapi életben is, az üzleti életben is, a privát életben is sokkal kiegyensúlyozottabbá tesz, és úgy érzem, hogy ettől az egészségem is sokkal jobb erőlétben vagyok, úgy érzem, mint a hasonkorú ismerősök, barátok. Véleménye szerint mennyire népszerű most a pingpong, mint sport? Hát szerintem nem eléggé, de ezt minden sportág kijelenteti saját magáról. De most indult egy nagyon komoly országos szinten egy asztali tenisz előmozdító, azt mondom, hogy tevékenység, ahol az asztali tenisz belekerült a támogatott sportágak közé kormány szinten. Úgyhogy én ettől nagyon sokat várok, hogy illetve hát én már nem, de remélem, hogy sokkal többen fogják űzni ezt a sportot. Azért is, mert azt gondolom, hogy ezt a sportot nagyon sokáig lehet űzni. 60-70, még azon túl is, nagyon sok olyan sportársam van, akik már 70 fölött van, és még megver engem is, úgyhogy ez jó érzés. A játékos szerint a pingpong inkább egyéni játék, de csapatban is jól játszható. Nagyon jó
elfoglaltság erőlétileg is nagyon sokat mozdít az egészség szempontjából. És a másik pedig, hogy nem terheli meg annyira az ízületeket, szóval vissza lehet fogni, nem olyan, mint egy kerékpár például, hogy ugyanannyi energiát kell kifejteni egy fiatal gyereknek is, meg egy 60 évesnek is, hogyha ugyanazon az emelkedőn megy fölfele kerékpárral, amit már olyan abban a korban már azt mondom, az embernek a szívesse, meg az ízülete is annyira nem örülnek neki. Ezért ez a pingpong pedig az ember úgy annyit játszik, annyi erővel, amennyi jól esik neki, és ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó társas játék, és egy közösség kovácsoló hatása is van neki. A bátor fiatal versenyzők a felnőtt kategóriában is szerencsét próbáltak, az első három helyezett pedig éremben és oklevélben részesült. Ti honnan érkeztetek, és melyik korcsoportba neveztetek be? Hát szadaiak vagyunk, a gyereket már végigjátszottuk, nem értem el helyezést, de ő itt harmadik lett. Nevezünk a felnőttekbe, és meglátjuk, mi fog történni. És amúgy is a profiktól tanul az ember, szóval megéri szerintem. Hogy sikerült ez a harmadik helyezés? Nap mint nap pingpongozol, gyakorolod ezt? Hát régen játszottam a Veresi Egyesületbe, de onnan kiszálltam, és mostanában nem szoktam pingpongozni, már jó másfél éve nem pingpongoztam, de most csak így poénból elindultam, és sikerült. Te mit vársz ettől a felnőttekkel szembeni megmérettetéstől, milyen eredmény lesz? Hát igazából semmit, csak hogy javuljon a tudásom. Ennyit várok tőle. Fontosnak tartottad azt, hogy benevezz erre a kupára? Igen, mert egyrészt fejlődök, és jó a társaság. Mit kapott a harmadik helyezés? Hát egy oklevelet és egy bronzérmet. Az ifjú játékosok fontosnak tartják, hogy fejlődjenek ebben a sportban. A jó társaság, valamint a remek hangulat miatt máskor is szívesen ellátogatnak a rendezvényre.